Kínában is kelendő a tokaji bor, legalábbis erről számolt be Anna Liu, a kínai üzletemberekből álló delegáció vezetője Sárospatakon. Először 5 évvel ezelőtt járt itt Hörcsik Rihárddal, akkor még a település polgármestereként ismerkedett meg. Ezt követően 4 éven keresztül tartó tárgyalások és munka eredményeként érett be az üzleti kapcsolat. For me, just I am a Chinese, you know. I know the Chinese people, what kind of things like. Mivel jó magam is kínai származású vagyok, nagyon jól meg tudom ítélni, hogy más kínai üzletemberek mit gondolnak az itteni lehetőségekről. Maga a város gyönyörű, szép, az emberek nagyon kedvesek, de ami elsődleges, hogy üzleti szempontból az itteni borok nagyon kedveltek. A tokai boroknak nagyon jó piaca lehetne Kínában, és ez segítheti egyéb üzleti lehetőségek kialakulását is a régióban, a kínai kapcsolatokon keresztül. Sárospatakon a kínai delegációt a Rákóczi várban fogadták. Térségünk kulturális értékeit megmutatjuk, hiszen elsősorban őket a tokai bor és a bor köré épített örökség kultúra érdekli, így a világörökségi részekből bemutatunk például Sárospatakon vagy Mádon, Tokajban, tehát itt a térségnek a bemutatása is következik, természetesen ezt Sárospatakon kezdjük. Innen a delegáció Szegibe ment tovább, ahol aláírták az első nagyobb mennyiségű tokai bor kínai exportjáról szóló szerződést.